az egyik rendszeresen lakásba belátogató és ott telelni átpróbáló poloska a Bence poloska. Augusztusban még a lámpafényre tévedtek be esténként a lakásokba a poloskák. Az első őszi hidegekkel azonban tömegesen igyekeznek búvó helyet találni a hangosan zümmögő rovarok. A lakásokba két fajuk, a zöld poloska és a bence poloska térbe egyre nagyobb számban. Télen azért csapatokba verődnek, és meleg helyeket keresnek maguknak, ezeknek a lakásaink tökéletesen megfelelnek, és nagyon-nagyon nehéz egy lakást hermetizálni ellenük, mert a legkisebb redőnyrésen, a legkisebb szellőzőnyíláson, vagy egy tetőablakon, vagy akár egy ablak lécrepedéseken keresztül is képesek bejönni, és meghúzni magukat ott télire. A behurcolt idegen honos poloskák megállíthatatlanul és egyre növekvő egyet számmal árasztják el Magyarországot, és már városi problémává nőtte ki magát tömeges jelenlétük. A rovarok térnyerése a klímaváltozásra is összeköthető, hiszen az enyhetelek és a nyárias ősz kedvezőek számukra. De még a mínusz 20 foknak is ellenállnak, hisz az extrém hideget az avarban vagy éppen a házak zugaiban meghúzódva vészelik át, védekezni pedig nehéz ellenük. Nincs tökéletes védekezési mód. Ha a lakásunkat jól hermetizáljuk, tehát a réseket jól lezárjuk, ez nem csak a poloskák ellen, hanem mondjuk a hőszigetelésnek is viszonylag jót tesz. Illetve vannak ilyen népi praktikák, hogy fokhagymás oldatot kell készíteni, vagy teaolajas oldatokat, és akkor ezeket ilyen kis virágpermetező szóróval az ablakok környékét beszórni. Őszinte vagyok, ezekben én annyira nem nagyon hiszek. Megoldást a gumikesztyű és a nylon zacskós gyűjtés, vagy a porszívó jelent. Ezek a poloskák bűzétől is megvédenek minket. A jó hír, hogy a két poloskafaj emberre ártalmatlan. Rossz hír viszont, hogy mivel mindkét faj növényi nedveket szívogat, így a zöldségfélékben, a szántóföldi növényeken és a gyümölcsösökben is felmérhetetlen károkat okozhatnak világszerte. Hatékony, hosszú távú, akár rovarölőszeres védekezés pedig egyelőre nincs a poloskák ellen.